Tisztelt miniszter úr, elnök úr, kedves megjelentek, mindenkit nagy tisztelettel köszöntök, én is köszönöm a meghívást. Tulajdonképpen más aspektusból folytatom azt, amit miniszter úr megkezdett, és próbálom egy-két olyan szemponttal kiegészíteni, amely kevésbé szakmai, inkább néhány a informatikai területtel kapcsolatos társadalmi kérdésre próbál valamilyen módon reflektálni, illetve inkább én is kérdéseket próbálok megfogalmazni, azokat a dilemmákat, amelyek a kormányzati munkában fontosak számunkra is, amelyekkel érdemes lesz az előttünk álló időszakban is foglalkozni. Szentgyörgyi Albert idézettel kezdem, olyan lesz a jövő, amilyen a mai iskolája. Minden bizonnyal olyan lesz a jövő, amilyen ma az internet. Parafrazálhatjuk ilyen módon ezt a Szentgyörgyi idézetet. Azért is kell ezt mondanunk, mert látjuk, én nem a 100 éves nagymamámat hozom példaként, ami igen szemléletes példa volt, hanem a 4 gyerekemet. Látjuk a szülőként, hogy alapvetően az információszerzés a mindennapokban teljes egészében áttevődött az informatikai eszközök és az internet világába, és hogy valójában az internet, a világháló ma az élethosszig tartó tanulásnak a legfontosabb felülete. Persze ez nem azt jelenti, hogy ezt a felületet mindenki erre használja. Itt mi elnök úrral sutyorogtunk miniszter úr előadása közben, nem, azért, nem tiszteletlenségből, csak azért, mert inspiráló volt néhány gondolat, és a saját tapasztalataimat osztottam meg, amit lehet, hogy majd itt az előadásban is bele fogok szőni, hogy végül is az én szűkebb környezetemben ki mire használja az okostelefonját, és ki mire használja az internetet. Én is egy pár gondolatot idézek a Nemzeti Infokommunikáció Stratégiából, amelyet miniszter úr már itt részben ismertetett. Ebben a következő olvasható: az infokommunikációs hálózatok, eszközök, szolgáltatások és kompetenciák egyre jelentősebben járulnak hozzá az állampolgárok életminőségének, a vállalkozások versenyképességének és az állam működési hatékonyságának javulásához. Nem lehet tehát számunkra kérdés, de ez kiderült miniszter előadásából is, hogy ezt a területet fejlesztenünk kell, ez a kormányzati gondolkodásnak, figyelmnek a fókuszában kell, hogy legyen, hogy a kormányzatnak politikai és gazdasági eszközökkel is kell segítenie a terület fejlődését, tehát a támogatás mondhatjuk, hogy kormányzati feladat. Egy másik idézet ugyaninnen, hogy az infokommunikációs és IT-ipar alkotta szektor a magyar GDP 12%-át adja. Azaz egy olyan szektorral van dolgunk, hogy ezt az előzőekben is hallottuk, amely nem csak átszövi minden embernek az életét, de jelentősen hozzá is járulhat az ország fejlődéséhez. Éppen ezért a versenyképességünk valóban ma már elválaszthatatlan ennek az iparágnak, illetve szektornak az állapotától és fejlettségétől. Ugyanakkor arról is ír a stratégia, hogy nemzetközi összehasonlításban alacsony a magyar lakosság és a KKV körében az infokommunikációs eszközök tudatos használata. Én most kifejezetten a használatról akarok majd pár szót szólni, és nem akarok az internet penetrációról beszélni. Az is megérne egy misét, és hogy abban milyen feladatai és céljai vannak a kormányzatnak, azt miniszter úr elmondta. Sőt, az internet adó, ami a távközlési adó fogalom körébe tartozott volna, a mi elképzelésünk szerint vitájában miniszterelnök úr is egyértelművé tette azt, hogy a kormány elkötelezett a széles sávú internet elérésnek a bővítésében. Tehát, hogy mondjuk a verseny hátrányunkat az internet penetráció területén, azt leküzdjük. Én erről nem akarok beszélni, sokkal fontosabb számomra, mint aki felhasználó oldalról is figyeli a fejleményeket, hogy milyen módon, milyen célokra és mennyire tudatosan használjuk az infokommunikációs eszközöket, és hogy ezen a területen milyen feladata és felelőssége van a kormánynak. A stratégia azt is mondja, hogy a digitális ökoszisztémában, ami felhasználók millióit és eszközök tízmillióit köti össze, elmosódnak a határok az informatika, az elektronikai eszközök és a média között. A digitális ökoszisztéma viszont idehaza felemás teljesítményt nyújt. Ha végig gondoljuk azt, hogy valóban elmosódnak a határok az informatikai, az elektronikai eszközök és a média között, és hogy ez a fogyasztóknak, a mi megközelítésünkben a választópolgároknak a fejében is összemosódik,
annak a legjobb lenyomata éppen a távközlési adó kiterjesztése körül kialakult vita volt. Miniszterelnök úr azt mondta Kossuth Rádióban, amikor bejelentette, hogy a kormány visszavonja ezt a szándékát, és hogy nem fogunk ilyen adót bevezetni, azt is bejelentette, hogy jövőre sem lesz ilyen adó, tehát nem kell emiatt aggódni a jelenlevőknek sem. Bejelentett, akkor elmondta az érvelésében azt, hogy tulajdonképpen nincs meg a közös vita alap, mert a kormány szándéka, amit elképzelt ezen a területen, az adónak, a távközlési adónak a kiterjesztése, az olyan fogadtatásra találta a széles közönségben, főleg a közösségi médiát használó, kifejezett felhasználói körben, amely egyszerűen gondolatilag se volt egy számigyenesre felhelyezhető, tehát ahogy a nő fogalmazott, nincs meg a közös vita alap, és ha nincs meg a közös vita alap, akkor nem értjük egymást, nem tudjuk, hogy mi miről beszélünk, illetve mi megértettük az ellenkezőket, ezért is döntöttünk úgy, hogy visszavonjuk a kezdeményezést, hogy nem lesz internetadó. Viszont ha már itt tartunk, akkor én szeretnék egy kicsit visszamenni az 1998-as internetadó ötletéhez, ugyanis itt a két vita egymásba mosódott, és bennünket azzal revolvereztek, hogy mi 1998-ban nem támogattuk az internetadót, akkor miért akarunk 2014-ben bevezetni internetadót? És azért kell erre visszatérni, mert ahogy a mostani esetben, abban az esetben is olyanok határozták meg a közbeszédet, akik egyébként alapvetően nem voltak érintettek a kérdésben. Tehát akiket valójában nem sújtott volna az internetadó, most a 98-ról beszélek, illetve a mostani távközlési adó sem. Mire gondolok? 1998-ban a szocialista kormányzás idején eredetileg nem volt szó internetes adó bevezetéséről, hanem a Nemzeti Kutatás Alap működését meghatározó 1993-ban elfogadott törvény azon mellékletét kívánta módosítani a szocialista kormányzat Hiller István akkori kulturális miniszter kezdeményezésére, amely felsorolta azok termékeknek és szolgáltatásoknak a körét, amelyet kulturális járulékkal lehetett sújtani. Talán emlékeznek arra, hogy ez úgy működött, hogy 0 és 25% közötti kulcsot határozott meg a Nemzeti Kutatási Alapról szóló törvénynek a melléklete, 25%-kal azokat a kulturálisnak álcázott termékeket sújtották, amelyek mondjuk, hogy a széles társadalmi nyilvánosságban nem voltak elfogadottak, itt kifejezetten a pornográfiára kell gondolni, tehát pornó újságok, kazetták és a többi volt 25%-os kulturális járulékkal sújtva, és egyébként a többi szolgáltatások és termékeknek a köre többségében 0,5 és 2,5 közötti százalék közötti kulccsal volt sújtva. Tehát mondjuk egy könyv, egy folyóirat, egy napilapban megjelenő hirdetés után kellett fizetni valamennyi kulturális járulékot, és ez bekerült a Nemzeti Kulturális Alapnak a kasszájába. 98-ban joggal vetődött fel az a gondolat, hogy hihetetlen nagy volt a technológiai változás a világban, egy sor termék eltűnt a piacról, nincsen már mágnes lemez, helyette írható CD van, meg DVD, egy sor új szolgáltatás jelent meg, például az online hirdetés megjelent a print hirdetés mellett, hogy át kéne ezt az egész mellékletet struktúrálni. Szerintem egyébként ez az akkori kormányzat részéről egy jogos követelés volt. Vagy egy jogos szándék volt, bocsánat. A vita viszont teljesen más irányt vett. Azok a médiumok, amelyek az interneten akkor már meghatározó pozícióval rendelkeztek, véleményformáló szerepben voltak, azok mondták azt, hogy nincsen szükség ilyen adóra, mert ugye a sokkal többet fognak fizetni az emberek az internet előfizetésükben emiatt. Megtévesztették az embereket, mondjuk ki. Teljesen másról beszéltek, mint az igazság volt, hogyha egy internetes újság a hirdetései után mondjuk 1,5% kulturális járulékot fizetett volna, az semmilyen módon nem lehetett volna átterhelni a fogyasztóra, hiszen ettől az ISDN előfizetése, vagy a piacon már létező ADSL előfizetése, az nem növekedett volna. Ezt mindannyian jól tudjuk, de mégis olyan politikai cirkus sikerült generálni, amiben egyébként aztán mi is beleálltunk, és egy jó eszköz volt arra, hogy a szocialista kormányzatot gyengítsük. A mostani távközlési adó kiterjesztése ettől teljesen független. Tehát amikor arról megy a vita a közbeszédbe, hogy az akkori adó és a mostani adó támogatottsága az egy platformra helyezhető-e, akkor mondjuk ki világosan, hogy egyáltalán nem. A kettőnek egymáshoz nem volt és nincs is semmi köze.
A kérdés akkor elbukott, a nemzeti kutatásról szóló törvénynek a mellékletét a szocialisták kidobták, és azóta, 1999 óta gazdálkodik a Nemzeti Kultúrás Alap a brit National Lottery mintájára a lottónak az adóbevételeiből. A mostani vita is viszont azt mutatja, hogy alapvetően azok, akik tematizálták a vitát, azok teljesen más irányba vitték, és sikerült egyébként a közösségi médiumok területén egy olyan hangulatot generálni, mint ami a kormányzatnak volt a szándéka, de megértettük, hogy ha nincs meg a közös vita alap, akkor nem lehet egyébként a szolgáltatókat, vagy a fogyasztókat a mi szándékaink szerint sújtani nem akaró adó módosítást bevezetni, úgyhogy még egyszer mondom, nem lesz ilyen adó, se idén, se jövőre, és a távolabbi jövőben sem. Amiről még mindenképpen szeretnék beszélni, hogyha végig gondoljuk azt, hogy mi is zajlik ma az interneten, mi az, amit a kormányzati oldalnak tartalmi szempontból is át kell gondolnia, akkor néhány kérdést föl kell dobni saját magunk számára. Miként érvényesíthető a nemzeti protekcionizmus a globális internetes világban? Ez az egyik fontos kérdés. A másik, miként orientálhatók a felhasználók a minőségi tartalmak elérésére és használatára? Három, beszélni kell a közös kasszába befolyó bevételekről. Szándékosan nem mondom azt, hogy adókról, adóbevételekről, nehogy aztán még itt valaki megint az internet adó gondolatára fókuszáljon. Szó nincsen erről, mint ahogy azt már mondtam. Nézzük az elsőt. Miként érvényesíthető a nemzeti protekcionizmus a globális internetes világban? Nem csak a mi nyelvi piacunk, hanem az ország mérete, a lakosság mérete alapján is azt kell, hogy mondjuk, hogy viszonylag kicsi piaca miénk. Annak a nagy globális piacnak és gazdasági térnek, amely az internet világa, annak mi egy egészen kicsi szelete vagyunk, de mégiscsak nemzetközi szinten is fontos szelet ez, ami egyébként komoly bevételeket képes termelni. A kérdés az, hogy ezen a hatalmas piacon hagyni kell-e magunkat feloldódni, hagyni kell azokat a folyamatokat, amelyek most zajlanak, és ennek nyilvánvalóan az lesz a következmény, hogy a méretünkből adódóan és az erőforrás hiánya miatt a hazai szereplők eltűnnek, jelentéktelenné válnak, avagy megengedhető ezen a területen a nemzeti protekcionizmus a globális világban. Az én véleményem egyértelmű, az utóbbi nem, hogy megengedhető, hanem tenni is kell valamit. Pár éve gondoljanak arra, hogy Magyarországon mindenki még a magyar fejlesztési ívivet használta, ma senki nem használja az ívivet, miközben naponta sok tízezren, százezren lépnek be a Facebookra. De azt is látjuk, a reklámadó kapcsán erről múltkor már beszéltem egy konferencián, hogy például a magyar szállás.hu-nak, ami egy kifejezetten sikeres magyar innováció, annak a booking.com-mal kell felvenni a versenyt, és szerintem egy olyan esetben, amikor Magyarországon van egy ilyen cég, egy magyar brand, amely egyébként Magyarországon nyereséges és kizárólag magyar munkavállalóknak ad lehetőséget, azt a magyar kormánynak valamilyen eszközzel segítenie kell. Ne menjünk el amellett a tény mellett, hogy a magyar digitális összfogyasztás folyamatosan nővült, tavaly 11%-kal bővült, viszont ebből a hazai szereplők alig 1%-kal részesültek, ami hát gyakorlatilag nullának nevezhető, hogyha ezzel a ténnyel foglalkozunk, akkor bizony a nemzeti protekcionizmus kérdése szerintem teljesen jogos. Nézzük emellé még néhány adatot. 2013-ban 5 év után először nőttek a magyar médiapiacnak a bevételei 0,6%-kal. Ugye tavaly körülbelül 175,4 milliárd forint volt ez a torta, ami azért egy jelentős, nemzetgazdasági szinten is egy jelentős torta. Ebből a reklámtortából 22,2%-kal részesedik a digitális terület, összesen 39,1 milliárddal, de ez 2012-ről 2013-ra 16%-kal nőtt. Szemben mondjuk azzal, hogy tehát nyilvánvalóan úgy tudott 16%-kal nőni, hogy más területektől ide csoportosítottunk át forrásokat, vagy kerültek át források. Ha nézzük, hogy ez hogyan néz ki a világban másutt, akkor azt lehet látni, hogy
Viszont van egy nagy gondunk, hogy ebből a forrásból, ami a reklámpiacon elköltődik Magyarországon, a digitális területen 70% a globális piacon költődik el, és 30% a magyar piacon, és ez egy nagyon erős tendencia, ez egyre növekszik ez a szám, tehát ha nézzük, ha ezt a növekedés így marad, akkor 10 év múlva gyakorlatilag alig lesz a magyar digitális piacon elköltött reklámforint. Ez egy nagyon nagy gond, szerintem itt is, ez is felveti annak a szükségességét, hogy nemzeti protekcionizmus legyen ezen a területen. Ha megnézzük a legnagyobb piacokat, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államokban már idén, illetve tavaly a televíziós piacot megelőzte az IT-szektor. Ugye 42,8 milliárd dollár volt 2013-ban, amit az internetes piacon költöttek el, és 40,1 milliárd dollár, amit a televíziós piacon. Ez egy változás, tehát a korábbi években mindig több volt a televíziós piacon a reklámköltés. Viszont egyetlen egy dologgal számolnunk kell, hogy ebben 42,8 milliárd dolláros amerikai bevételben benne van az is, amit mi költünk el náluk. Miközben a televíziós piacokon egy forintot sem költünk el, mert ki az, aki amerikai televíziókban reklámoz a magyar piacról. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy kell-e, szabad-e előnyben részesítenünk, támogatnunk a magyar fejlesztési tartalmakat és szolgáltatásokban, hogy életben maradjanak a globális piacon, hogy szükség van-e valamiféle 19%-os hasonló védegyletre, akkor én azt mondom, hogy igen, erre szükség van, sőt, hogyha azt nézzük, hogy mennyi munkáját képes teremteni ez a terület, hogy mennyi a GDP az adott részesedése, akkor ez mondhatni, hogy kormányzati kötelezettség. Nézzük, hogy miképpen orientálhatók a felhasználók a minőségi tartalmak elérésére és használatára. Egyáltalán szükség van erre. Az előző előadásban hallottuk miniszter úrtól, hogy 40% jelen pillanatban a digitális analfabétáknak az aránya, de van egy nagyon nagy gond. Arról nem beszéltünk, hogy abban a 60%-ban, aki napi szinten használ internetet, hányan használnak minőségi tartalmakat közvetítő weboldalakat. Hogyha innen nézzük a dolgokat, akkor nagyon nagy a baj. Ez kb. Olyan, mint amikor különbséget teszünk az analfabéták és a funkciós analfabéták között. Tehát vannak, akik napi szinten több órán keresztül használják az internetet, de azon kívül, hogy teljesen értelmetlen és fölösleges tartalmakat osztanak meg közösségi oldalakon, semmi érdemire nem tudják használni az internetet. Tehát ez egy nagyon nagy gond, amivel szembe kell nézni. Tehát a jövőben nem elég arra fókuszálnunk a közoktatásban, hogy a használati készség meglegyen, azaz a digitális analfabetizmus minimális legyen, hanem nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni az oktatásnak arra, hogy egyébként a valóságos és fontos és releváns tartalmakat használják, megtalálják és megismerik. Itt van egy másik gond, amiről már sokszor beszéltem, és ez még mindig aktuális, és megint az oktatásnak a nagy feladatot, az a referencialitás kérdése. Ugye ma az egyik legtöbbet használt felület a magyar internetes piacon, az a Wikipédia, és még mindig kell arról beszélnünk, hogy amikor a fiatalok, a gyerekek a tudásanyaghoz hozzáférnek, hogy akkor releváns, ellenőrzött, megfelelő referenciértékkel rendelkező tartalmakhoz jutnak-e hozzá, vagy nem. Ami régebben, ugye mondjuk egy lexikon összeállításánál alapvető tudományos kritérium volt, az ma főleg a magyar felületeken nem jelenik meg, vagy nem tud működni. Tehát nagyon nagy gond az, hogy a hitelesség kérdését miképpen kezeljük az interneten. Igaz-e az a mondás, amit régebben mondtak a rádióra, ugye bemondták, ha valami bemondtak a rádióba, azt mindenki késztének és igazságnak vette. Ez volt a bevett szlogen, hogy igaz, mert bemondta a rádió. Ma a 30 év alatti korosztály jelentős részében ugyanez a viszonyulás az interneten. Internethez igaz, mert fönn van az interneten. Hát az internetes újságírásról ne is beszéljünk, mert azért már kaptam a múlt héten a MOSZ-os konferencia után. Gyakorlatilag az újságírás területén van a legnagyobb gond ebből a szempontból. Teljesen mindegy, hogy melyik bulvárlapon jelenik meg egy kacsa hír, azt a vezető internetes lapok is
pillanatokon belül átveszik, szinte mindig gondolkodás és kritika nélkül és kontroll nélkül. Gyakorlatilag még azok körében is működik ez a mondás, hogy igaz, mert az interneten megjelent, akiknek egyébként éppen az lenne a dolguk, hogy minőségi tartalmakat állítsanak elő. A magyarországi piacon keletkező, amiről kell még beszélnünk, ugye a digitális ökoszisztémában keletkező közös bevételekről, nem szabad emellett elmenni. Erről igenis beszélnünk kell. Szerintem a szektor hazai képviselőinek is az az érdeke, hogy minél több bevétel képződjön a magyar adófizetők számára, tehát a magyar költségvetés számára erről a területről is, és hogy a magyar piacokon keletkező bevételek után Magyarországon fizessenek adót, és nem azon kívül. Emellett nem lehet elmenni, még akkor sem, hogyha ebből hetsz kampányokat lehet szervezni, és hogyha egyébként a kormányzati szereplőket valamilyen retrográd szerepbe akarják emiatt kényszeríteni, ez tartósan nem maradhat így. Látjuk, hogy az Európai Unió Bizottsága ezzel foglalkozik, látjuk, hogy francia kezdeményezésre egy komoly szakértői testület állt föl, látjuk azt, hogy a spanyolok most éppen a múlt héten meg is jelent a magyar sajtóban a hír, egy olyan szerzőjogi törvénymódosítást vezettek be, amelyet aztán a köznyelv Google adóként apostrofált, amely egyébként érinti a legnagyobb szolgáltatókat. Közben azt is tudjuk, hogy ugyanezek a kísérletek más-más országokban elbuktak, például a németeknél éppen a Google News megadóztatására, tehát kísérlet miatt maguk a média szolgáltatók kérték azt, hogy a kormányzat vonja vissza azt a szándékot, hogy megadóztassák a Google-t. Tehát van egy nagyon súlyos probléma az, hogy napról napra áramlik ki a bevétel Magyarországról és Európából, hogy mindezek után Magyarországon, sőt Európa legtöbb országában áfát nem fizetnek, ilyen módon megképződött nyereség után társasági adóbevételek nincsenek, és ezek a bevételek, amelyek egyre nagyobb mértéket öltenek a nagy közösségi szolgáltatóknál, azok semmilyen módon nem szolgálják a magyar IT-szektornak a fejlesztését, és nem szolgálják egyébként a tartalom szolgáltatásnak a minőségi erősödését. Sőt, azt látjuk, hogy a minőségi szolgáltatók Magyarországon sorvadnak el. Ha a reklám bevételeknek a kiáramlása továbbra is ilyen mértékű lesz, akkor nagyon nagy baj lesz az internetes minőségi újságírás területén is. Nagyon érdekes, éppen ma jelent meg a HVG-ben egy cikk, amelynek a lídjében olvasható a következő mondat, ezt a reklámadó kapcsán írják, hogy a Google és a Facebook tesz a magyar törvényekre. Ezt szeretném jelezni, nem én mondom, ez a mai HVG cikkben szó szerint így olvasható, hogy a Google és a Facebook tesz a magyar törvényekre. Ez számunkra komoly feladatot jelent, hogy olyan módon alakítsuk majd az adórendszert, hogy ne lehessen kikerülni a magyar adójogszabályokat, viszont ez nem fog menni önállóan. Ehhez európai uniós összefogás kell, és ehhez az kell, hogy a magyar piacon érdekelt üzleti felek és szakmai szervezetek a kormányzat mellé álljanak, sőt, inspirálják a kormányzatot, javaslatokat fogalmazzanak meg, hogy hogyan lehet olyan módon megadóztatni ezt a területet, hogy ez versenyhátrányt ne jelentsen a magyar szereplőknek. És az egésznek van egy nemzetbiztonsági vetülete is. Gondoljunk arra, hogy drasztikus tempóban haladunk abba az irányba, hogy felhő alapú lesz az információ tárolás. Ez bizony felveti azt a kockázatot, hogy az információknak, és most már nem csak a saját magáninformációknak, nem csak a magánvállalati információknak, hanem adott esetben kormányzati információknak a tárolása is olyan szervereken fog történni, amelyek egyébként nem magyarországi szerverek. Én arról nem is beszélnék, hogy milyen kockázata van annak, hogy a kormányzati szereplők, miniszterek, államtitkárok, helyettes államtitkárok, akik egyébként egy sor minősített anyagot kezelnek,
ahogyan én is, a saját kis tabletjükön a gmail-es e-mail címüket használják. Tehát minden hivatalos anyagot megkapok a gmail-es címemre is. Tehát én nem is akarom azt mondani, hogy ennek, szerintem mindenki érti, hogy ennek milyen súlyos nemzetbiztonsági kockázata is lehetséges. De a digitalizálás területén ugyanezzel szembe kell nézni. Nem tudom, miért éri meg nekünk az, hogy a legfontosabb magyar kulturális tartalmakat, azokat nem magyar szolgáltatók digitalizálják, és hogy mondjuk a nagy tavak mellett található szerverekben őrzik azokat a tartalmakat, amelyek a mi identitásunkhoz nagyon-nagyon hozzátartoznak. Tehát itt magyarul nem csak adózási kérdésről van szó, hanem van az egésznek egy identitás és egy nemzetbiztonsági szempontból is értékelhető kérdése is, vagy felülete is, amellyel foglalkoznunk kell. Összefoglalva azt kell, hogy mondjam a jelenlevő kollégáknak, hogy a kormányzat számára nem csak az a fontos, hogy milyen módon küzdünk az internetpenetrációban való versenyhátrányunk ellen. Nem csak az kell, hogy fontos legyen, hogy hány háztartásban van szélessávú internet, hogy hány középületben, közintézményben és közparkban lesz ingyenesen elérhető wifi, hanem az is fontos kell, hogy legyen, hogy az interneten elérhető tartalmaknál az oktatásban el tudjuk-e azt érni az előttünk álló évtizedekben, hogy minél többen használjanak minőségi tartalmakat. Az is fontos kell, hogy legyen, hogy a magyar nemzeti kultúra és örökség szempontjából meghatározó értékeket mi digitalizáljuk és mi tároljuk őket a saját szerverénken. Az is fontos kell, hogy legyen, hogy minél több adóbevételt tartsunk az országon belül, és ezt visszaforgassuk az iparágba, legyen ez, és egyébként minél több reklámbevételt is az országon belül tartsunk, ilyen módon képezve újabb adóbevételeket, és az is nagyon fontos kell, hogy legyen, hogy itt valamiféle valóságos referenciértékkel bíró tartalmak szolgálják az élethosszig tartó tanulást. És zárásul még annyit, hogy nem szabad elmenni amellett sem, hogy az internet egy nagyon nagy, erről beszéltem 2 évvel ezelőtt az akadémiai konferencián, egy nagyon nagy csapdát is magában rejt, és ez még mindig az oktatás számára nagy probléma, hogy hogyan tudunk a valóságos közösségi terekbe irányítani embereket a virtuális közösségi terekből, hogyan tudjuk a felnövekvő nemzedékek számára egyértelművé tenni, hogy a virtuális közösségi terekben kifejtett aktivitás az nem valóságos aktivitás. Ez csak addig jó egyébként nekünk, amíg az interneten tüntetnek ellenünk, és nem mennek ki az utcára. Tehát amíg ilyen nagy a differencia a lájkolók és a valóságos utcára vonulók száma között, addig mi nyugodtan ülhetünk a helyünkön, de hogy ezt komolyra fordítsam, ennél jóval nagyobb a baj, mert egyébként az élet minden más területén is egyértelművé kell tennünk azt, hogy a valóságos közösségi aktivitás, a való élet, a való világba való részvétel az mennyire fontos. És persze az egész közösségi médiának az a legnagyobb paradoxuma, hogy ma a közösségi médiumokat kell arra használnunk, azokat a felületeket kell arra használnunk leginkább, amelyek arra, hogy eltávolítsuk, vagy hogy a valóságos közösségi terekbe bevigyük a fiatalokat, amelyektől egyébként el akarjuk távolítani őket. Tehát a virtuális közösségi terek, annak a felület, a virtuális közösségi terek a legalkalmasabb felületek éppen arra, hogy a virtuális közösségi terekből a valóságos közösségi terekbe vigyük be a jövő fiataljait. Hát ezek javarészt dilemmák voltak, amelyekhez várjuk az önök segítségét, támogató gondolataikat, felvetéseiket, és azt tudom ígérni, hogy a kormányzat részéről nyitottak vagyunk az együtt gondolkodásra. Köszönöm szépen!